A Német Nemzetiségi Klubnak a tagjai is itt vannak. Ők szervezték az estet. Természetes számukra, hogy részt vegyenek a nemzetiségi esten, hiszen maguk is német származásúak. Kedvelik a német zenét, és táncolni is szeretnek. Tartozunk a nemzetiséghez, és hát természetesen kíváncsiak vagyunk mi is arra, hogy milyen műsort produkál az énekkarunk, meg amúgy zene, társaság. Van itt Harkánynak egy német nemzetiségi csoportja, és ott szoktunk összejönni, találkozni, estéket, találkozókat rendezni, és tartjuk a hagyományokat. Eleve német nemzetiségiek vagyunk, és a Német Nemzetiségi Klubba tartozunk itt Harkányba. Mi rendezzük ezt a rendezvényt végül is, és a kötelességünk eljön, ugye. És szeretünk táncolni, a német zenét szeretjük. Úgyhogy ezért vagyunk itt. Több évtizedes hagyománya van a német nemzetiségi estnek Harkányban. Az eseményt a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezte meg. A rendezvény célja a hagyományok ápolásán kívül a német nyelv aktív használata is. A mai esnek a célja az igazából a tradíció és a modernitásnak az ötvözése lesz. Nem csak a hagyományokat, a népzenei és népdal hagyományokat, illetve az öltözködési hagyományokat, a tracht hagyományát szeretnénk ápolni, hanem emellett egy kicsit modernebb irányba szeretnénk elmozdulni, és interaktív programmal készültünk a nézőinknek, méghozzá német nyelvű dalokkal, számokkal. Vegyesen fogjuk keverni a népdalokat és a német slágereket, mert úgy gondoljuk, hogy a német nemzetiségnek van kialakulóban egy új irányzata, és mi ezt szeretnénk a mai estén képviselni. Ahogy én most ezt nevezem, ez egy Ungarn-Deutsch 2.0, ahogy én nevezem. Gyakorlatilag ez alatt azt értem, hogy nagyon tiszteljük a nagyszüleink hagyományait, hogy ők hogyan éltek, hogy ők milyen ruhát viseltek, és hogyan élték ők meg a mindennapjaikat. És emellett ugye a mi generációnk már egy másik generáció, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy kitaláljunk egy aktív, a mindennapokban is élhető formáját az identitásunknak, és mivel az identitás legfőbb eleme a nyelv, ezért azt gondolom, hogy a német nyelv előtérbe helyezése a legfontosabb, hiszen német nyelvű országokból Baranyában nagyon sokan ide költöztek, német nyelvű országok alatt értem a DACH országokat, Németország, Ausztria és Svájc, és igazából ezek az emberek itt élnek velünk a mindennapjainkban, ami nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a német nyelvünket mi magyarországi németek újra aktívan használhassuk. A megnyitón többek között a Harkányi Singvögel kórus tartott színvonalas előadást az egybegyülteknek. Ez a kórus baranyai német nemzetiségi együttes. Hagyományaikat, régi népdalaikat őrzik ők is. A kórus próbán pedig mindig figyelnek, szót fogadnak ahhoz képest, hogy idősebb emberekről van szó, és nagyon érdekli őket az, hogy szép, jó produkció legyen hagyományokhoz, így most a megnyitón hogyan kapcsolódunk. Ezzel, mi ezzel? Mi nem szeretnénk slágereket énekelni, mi nem szeretnénk, nagyon szeretjük, nem azért, hogy nem, de mi ezeket a régi, igazi népdalokat, nemzetiségi népdalunkat szeretnénk megőrizni és adni tovább. És bízunk benne, hogy talán a fiataljaink is egyszer csak kapcsolódnak. A köszöntő interaktív módon történt. Ennek ötlete mintegy 15 éve már megfogalmazódott. Amikor még a Bránauer Stimmungsparádé keretében jött az ötlet kettő házaspár részéről, kimondottan a Háner házaspár és a Milik házaspár részéről, hogy a hagyományos népdalok mellett, illetve a néptáncok, a népi hagyományok ápolása mellett egy kicsit a közönséget igyekszünk a szórakoztató zene fele is elvinni. Igazából előkészítjük a táncos esti mulatságot vidám slágerekkel, amelyeket osztrák és német oldalakról tanulunk be. Ebben mind szólisták, mind zenészek, mind pedig kórusok is részt vesznek. Kimondottan az én feladatom a Himesházi Sonnenblumen kórus nevében van, illetve szólista lányokkal, és ez a mai meghívás a Harkányi Német Önkormányzattal, elmondhatom, körülbelül egy jó másfél-kettő éve egész szoros kontaktus van, hiszen a Művházban is az őszi-téli rendezvényeken, illetve hát ugye tavasszal a templomi énekléssel együtt nagyon jó a kapcsolatunk, és mi nagyon örülünk ennek a meghívásnak. A mai pedig számomra különleges
más fellépés, ugyanis nekünk a fiaink már 15 éve külföldön élnek, aktív zenészek, és most a kisebbik fiam szabadságra jött haza, két berlini kolléganőjével, akik hát nem hoztak most fellépő ruhát, de egyetlen egy szó meghívására azt mondták, hogy pont itt van a hegedű is, ami ugyanígy belepasszol a slágerzenébe is, és az ének, úgyhogy ők is fellépnek, ma ez egy különleges színfolt lesz. Este a hagyományos vábbal szórakoztatta a táncos lábú közönséget. Und heute Nacht geht's sowieso.